Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óvári Néherpai Dóra református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Hallgatóink tudják, hogy műsorunkban mindig beszélgető társat hívunk. Olyan embert, akinek élete valamilyen módon összefonódik az iszákosság és a szabadulás kérdésével. Ma este sincs ez másképp. Szeretettel köszöntöm Németné Balogh Katalint, a Dömösi Iszákos Mentőszolgálat vezetőjét. Áldás békességet kívánok! Kedves Kata, most az lenne a dolgom, hogy röviden bemutassalak a hallgatóknak, ami több okból sem könnyű. Egyrészt azért, mert közvetlen munkatársak vagyunk, másrészt azért, mert rengeteg szolgálat és szerep van jelen az életedben. Egy ember ül itt most velem a stúdióban, és én mégis látom itt a vezetőt, a lelki gondozót, az addiktológiai konzultánst, az idős gondozót, a védőnőt, a diakónust, de látom a feleséget, édesanyját és nagymamát is. Kérlek, mondd el, hogy kicsoda Németné Balogh Katalin, és hogyan került az iszákos mentőszolgálatba? Hát, ha jól szeretném magamat érzékeltetni, a házképe jut eszembe, hogy mindaz, amit elmondtál, abból épül föl az életem, és hogy jó azt végig gondolni, hogy nem valami elmúlt, és jött egy új az életembe, akármelyik szerepem, hanem együtt vannak. Együtt vannak, és ebben vagyok én otthon, ebben lehetek én otthon, és kicsit úgy is élem meg, hogy Isten mindenből adott. Mindenből adott. Nem olyan az életem, hogy valamit egyszer kaptam, és akkor az mindent fölülírt az életembe, hanem hogy ezt a sokféleséget élvezhetem az Isten kegyelméből, hogy itt is, ott is, ahol éppen, és hogy még akár következik is valami, de hogy benne én lehetek én, és ennek tudok örülni, hogy nincsenek fölösleges alkotó elemei ennek a háznak, ami csak úgy véletlenül úgy sikerült, hanem mindent fölhasznált az Isten arra, hogy elkészítsen, úgy gondolom, az iszákos mentés szolgálatára, amire már vágytam, nem magára az iszákos mentő szolgálatra, hanem arra vágytam, hogy a sokféle epizód vagy rész után, ami, ahogy együtt állt az életem, már feleségként, anyaként, a diakóniában végzett éveim után vágytam valamire, ami hosszabb ideig tart, ilyen 2-3 évek, nyilván a házassága a leghosszabb, hál' Istennek, az életembe, de hogy úgy vágytam arra, amiben úgy, hogy nem csak valameddig, és aztán kapok valami új feladatot, és hát egy kicsit nyilván hatással voltak rám a szüleim is, de még emlékszek arra a beszélgetésre, amikor én egy idős otthonban voltam vezető, és édesapámmal hát nem vitatkoztunk, csak így megbeszéltük, hogy hol hálásabb a szolgálat az idősek, vagy a szenvedélybetegek között. Én mondtam a magamét, hogy de az idős otthonban, hogy ez milyen csoda, ő szerint az alva, jó, hát megbeszéltük, de hát nálunk a családban azért ez úgy volt, hogy nehéz volt kimaradni, vagy nagyon küzdeni kellett volna azért, hogy kimaradjunk abból, amit a szüleink csinálnak, vagy tettek, vagy szolgáltak, és így valamilyen módon én is, hát ez is egy színfoltja a szolgálatnak, az egyik szolgálatból kikapcsolódtam a másikba, és egyszerűen meghívtak. Én csak segítgettem már félállásba, mert a 3 gyermek mellett már szükség volt arra, hogy valamilyen munkát végezzek én is, és hát majd kialakul, gondoltam én, és egyszer megkértek arra, mi lenne, hogyha én lennék, és ez
Olyan érdekes módon máskor is volt, hogy egy kifejezett elhívást kaptam rá, hogy én, aki akkor úgy gondoltam, hogy valamit persze tenni kell az életbe, de Isten azt mondta, hogy több az élet, mint hogy vannak gyermekeid, családod, hogy a férjemmel együtt egy ilyen kincset hordozhatunk, hogy szüksége van a családnak is, hogy megélje, hogy nem annyi az élet, amit mi megélünk. És tulajdonképpen ez volt az elhívásom, és ez volt a több, vagy néha úgy nevezem, hogy a negyedik gyermekünk, aki már nem születhetett meg a családunkba, de Isten már akkor tudta, hogy lesz egy olyan szolgálat, amit akár így dédelgethetek az életembe. És annak már 20 éve, hogy a Református Iszákos Mentő misszió vezetőjeként szolgálsz. Igaz? Igen, igen. Ez hogy alakult ki ez a helyzet, hogy misszióvezető lettél? Hát erre történt egy konkrét kérés. Én Budapestre kerültünk a férjemmel, a gyermekeinkkel. Én előtte már ott éltem Dömösön, mint Gyesen lévő anyuka, a férjem volt szolgálatban, és amikor a negyedik gyermeket vártuk, akkor mondtam, hogy hát én itt már nem szeretném. Így ebben a közegben, és azért valamennyire hiányoltam a férjemet a családból, annyira összetett, és sokféle volt az ő szolgálata, mint gondnoknak a ház életébe és a házon kívül is. És akkor költözünk Budapestre, ott volt már egy félig adott lehetőségünk. A negyedik gyermek nem született meg, de elköltöztünk Budapestre. És hát Budapesten is valamit kellene, már óvodába indult a legkisebb is, és hát egy jó édesapa segít, azt mondja, hát 4 órában mehetek a misszióba, és akkor takarítottam minden, ami éppen volt, és hát jó volt, hogy a gyerekek mellett, és hát úgy nyilván együtt éltünk a szülőkkel ebbe, sok mindent ismertem, tudtam, láttam, de úgy nem vágytam többre a szívem mélyén. És akkor az gyakorlatilag az édesapámnak a főnöke megkért, akit ismertem az idős otthoni szolgálatból, meg előtte is a szolgálataim nyomán, hogy hát lennék-e. Édesapám nyugdíjba készül, így kifejezetten édesapám engem nem kért, hanem ő mondta, és még először nemet is mondtam, kicsik voltak a gyerekek, és tudtam, hogy azért ez több mindennel jár, mint amit el is képzelek, és egy pár év múlva igent mondtam, már nem is emlékszem, hogy mennyi idő telt el, akkor kaptam ezt az igei üzenetet, hogy több az élet, mint az eledel, a ruházat, és hogy ez a több számomra Isten így készítette el, és akkor újra átéltem azt a csodát, hogy otthon vagyok újra. Olyan érdekes, mert ahogy beszélsz róla, olyan, mintha ez egy nagyon friss élmény lenne, és most említettük, hogy 20 évvel ezelőtt történt, hogy misszió vezető lettél. Hogyha ránézel erre a 20 évre, akkor mik azok, amik úgy kiemelkednek ebből számodra, mint a szolgálatodnak, vagy az abban való kibontakozásnak fontos állomásai? A kezdetekben az ajándék volt, hogy még a szüleink éltek, és együtt lehettünk. Az egyfajta védelem volt, vagy segítség, vagy lehetett próbálkozni, hogy mit is kezdek ezzel a szolgálattal, hogy találom benne a helyemet, és az jól esett, hogy még a gyerekek mellett is tudhattam magam, nem kellett annyira sokat távol lenni. Aztán meghatározó volt, amikor a szüleinket elvesztettük 2006-ban, az 3 évig, ez egy nagyon, nagyon hamar történt, akkor volt bennem egy kis lázadás, hogy hát, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok. Nyilván nem az elhívás kérdőjeleződött meg, de úgy rám szakadt annak a, nem,
nyilván a veszteség fájdalma is, de az, hogy akkor most én itt ragadtam, és akkor ezzel valamit kezdeni kell, és hát nyilván nem voltam emberileg sem egyedül, Isten gondoskodott róla, de a hogyan tovább valami óriási kérdés volt, hiszen ebben a közösségben, ahol ennyi ember élte át a szüleimen keresztül, kapta Istentől a gyógyulást, és élte át a szabadulást az alkoholtól, olyan fajta kötődések, kapcsolatok, közösségek alakultak, aminek a meghatározója a szüleim voltak. És hirtelen nem tudtam, hogy most édesapám legyek, édesanyám, vagy egyik se, vagy hol vagyok én, ki lehetek én ebben a helyzetben. Ezt azért föl kellett dolgozni, és ebben is nagyon sok kedves munkatársam, lelki testvérem, szabadult testvérek támogattak, segítettek, vagy értették meg, hogy azt nem várhatják tőlem, amit a szüleimtől kaptak. Én vagyok, németné Balogh Katalin, és most ismerkedünk egymással, hogy lesz ez tovább, és megtanulni abban a sokféle változásban, ami attól kezdve kezdődött az egyházi életben, az egyesület életében, a Kék Kereszt életében, úgy az Isten segített fölnőni ezekbe, amikor anyagi kérdések voltak, amikor emberi kérdések voltak, amikor nagy munkába kellett fogni, építkezni kellett, hogy úgy mindig volt valami nagy, de sose akkora és olyan sok, hogy azt ne lehetett volna elhordozni, és számomra óriási dolog volt, hogy Isten azt helyezte a szívemre, hogy törődjek a szolgálatban a munkatársaimmal, hogy én így tudok törődni a gyógyulni vágyókkal, a gyógyulókkal, a csoportokban, az utógondozásban már a szabadult életükben növekedőkkel, hogyha ő velük törődök, hogy ezt így gondolom végig, ez nyilván egy kicsit már az utóbbi években elszakított a lelki gondozástól, az ige hirdetéstől, de azért nagyon hálás vagyok, hogy Isten megáldotta, hogy én nekem lehet szabadságom tenni vagy nem tenni szolgálatokat, hogy van kire bízni, hogy nem kell magyarázni, nem kell, hogy lehet egy olyan bizalmi légköre, akár a gyógyulni vágyókkal, akár a munkatársakkal, amiben ott az Isten szeretett valóságát élhetjük meg, azt a szabadságot, hogy nem az elvárások, nem a viselkedés határoz meg, hanem az lehetek, aki vagyok. És nem csak én, nem csak egyesek, hanem mindenki. Most hallgassunk meg egy régi hangfelvételt. Egy régi hangfelvételt, amely két okból is különleges. Egyrészt a Dömösi Misszió énekes könyvben most is szerepel ez az ének, de a másik, ami miatt igazán különleges, hogy édesanyád énekel rajta. Ó, hadd szeresselek szívemből igazán. Ó, hadd szeresselek hűns igazán, én így este kelek későn korán. Segíts, ó Jézusom, hogy én téged nagyon, s mindig jobban szeresselek. Máshol kerestem én boldogságom, ím te nyújtott felém mennyországom. Segíts, hogy tégedet átadva szívemet, mindig jobban szeresselek. És hogyha baj nyomol, vesz is körül, a sátán törbe csal, s titkon örül. Te őriz szívemet,
hogy én csak tégedet, csak is téged szeresselek, s ha egyszer pályámat bevégzem én, a célnál mi öröm, te jössz felém, s nem gátol semmi sem, hogy téged én hihet, és örökké szeresselek. Kedves hallgatóink, ez a Mária Rádió, az Alkohol és Én című műsora. Folytatjuk beszélgetésünket Németné Balogh Katalinnal, a Dömösi Iszákos Mentőszolgálat vezetőjével. Kata, édesanyádat hallottuk most énekelni, és ez a felvétel megidézett valamit abból a régi időszakból, amit olyan sokan emlegetnek, ma is nagy szeretettel emlegetnek, mint Zoli bácsi és Margit néni idejét, és az jut eszembe, hogy másoknak Zoli bácsi és Margit néni, de neked a szüleid. És hogy milyen lehetett látni a szüleidet a szolgálatban, és vajon hogyan hatottak ők arra, ahogyan ma te gyakorlod a te szolgálataidat? Ezt különös ajándéknak tekintem. Nem egy szokványos történet. Különösen úgy, hogy a férjem is ott szolgál, ahol én, ha nem is hasonló a feladatunk, de mégis összeköt, és ez is ad valami közöset a szüleimmel, pedig nem pont úgy működünk, mint ők ketten. Adott azért személyesen ajándékot az, hogy a szüleim. Hogy én soha nem gondoltam volna, hogy így fogok tudni velük dolgozni. Én, aki nem teljesen az vagyok, mint ők, sok mindent másképp gondolok. Különösen édesapám egy nagyon meghatározó ember volt, aki azért szerette eldönteni, hogy mi, hogy jó, és hogyan kell, hogy legyen. Hogy engem elhordozott a magam. Elfogadott felnőtt emberként. Egy gyereknek ez nem egy ilyen persze, hát ez a dolga. Nem, nem. És ahogy édesanyám is próbálta ezt igazodni, segíteni, támogatni, ő azért kritikusabb volt velem. Ő mondta is, hogy néha, hogy mit nem. De igazából az, amit édesapám mindig iszákos mentés előtt is, tehát az, hogy az ige az ige, és minden utána jön, hogy az Isten szava fölött nem lehet semmilyen erő, akarat, gondolat, vágy, hogy vagy onnan indul ki, és ott fejeződik be, ez nem lehet kérdés. És ez olyan mélyen a szívünkbe íródott, úgy gondolom, a családba, és az én életembe is. És ahogy az iszákos mentő szolgálatba belekerültem, ott még inkább valóságá vált, hogy ennek a hite, az ebből való hit, ennek a keresése, hogy Isten hogyan, és feltétlenül bízni abban, hogy ha ő akarja, akkor nincs akadály. Ez valami olyan megdönthetetlen erővé vált az életükbe. Édesanyába pedig ez a, hogy énekel is, ez a túlcsordulás, ez a lelkesedés, ez az odaadás, amit nyilván másokat is vonzott, de hogy hagyd magad, hogy ne félj, hogy engedd, hogy áradjon az, amit Isten akar az életedbe. És sok mindenben annyira másként tesszük ma a dolgokat, de hogy ez már annyira nem tud kérdés lenni, hogy evangélium nélkül itt semmi nem történhet, hogy van egy ilyen meghatározó, emlékszem rá, amikor
a Covid idejét éltük, akkor így a munkatársak így rám néztek, hogy és akkor mi lesz másképp? Mi marad? És olyan és mindenki ebbe együtt tudtunk lenni, hogy ez az örökségem, és hogy az életem szolgálat, és hogy ők úgy élték meg, és ebbe teljesedett ki az életük, hogy nem úgy, mint ahogy pont úgy éljek, de a lényeg az ugyanaz, hogy Isten felé, ő általa, az ő szeretetében mindig megtalálni azt, hogy mi a dolgom ebbe a világba, ha a családba, ott, ha itt, de ők itt fejezték be. Én nem vagyok benne biztos, hogy nekem ezt pont úgy kell tennem, de ahogy ők megélték, abban biztos vagyok, hogy igen. Idén van egy másik kerek évforduló is. Ugye beszéltünk róla, hogy 20 éve az Iszákos Mentőszolgálat szolgálatvezetője vagy, és idén 30 éve alakult újjá, talán harmadjára is véglegesen a Kék Kereszt Egyesület, ami ugye az egész dömösi szolgálatot szervezetileg fenntartja. 30 éve. És arra gondoltam, hogy így a 30 év, meg hát ugye mellette 43 éves maga a református Iszákos mentőmisszió, ezek nagy számok, és így a nagy számok kapcsán adódik az a kérdés, amit mi is sokszor megkapunk, amikor jönnek Dömösre érdeklődők, látogatók, hogy mi a különbség? Te, aki egyszerre vagy a misszió vezetője, és egyszerre vagy addiktológiai szakember, te hogyan fogalmaznád meg azt, hogy mi az alapvető különbség a keresztény megközelítés és a világi megközelítés között abban, hogy hogyan viszonyuljunk az alkoholfüggőséghez? Nagyon össze tud ez fonódni, amikor én addiktológiai konzultánsnak tanultam, és már némi tapasztalattal rendelkeztem a szolgálatba, akkor azt láttam, hogy összesimul, összeér. És egy különbség van, a hit. Hogy itt hitből történik, ott pedig terápia van, módszerek, programok, valamiféle utak, vagy vezetett felépülés, itt pedig szabadság van. És szeretet. És az ember erre vágyik. Hogy valami olyan ajándéka van az Istennek, amit nem lehet semmihez hasonlítani. Hogy mindabban, amit terápiásan jónak tartunk, programként jónak tartunk, az valami olyan erővel, olyan szeretettel és olyan szabadsággal tölti meg az Isten, hogy abban nem egy kliens vagyok, vagy egy beteg, hanem Németné való Katalin vagyok. És nem kell valamit úgy betartanom, nem receptre élni, nyilván a szenvedélybeteget nem gyógyszerrel gyógyítják, ma már az egészségügyben is, hogy sokszor ezt látom az egészségügy oldaláról, vagy ahogy onnan közelítenek meg minket, hogy valaki nem tudja megmondani, de érzékeli, hogy valami véget ér, és valami más kezdődik az Istennel lélekben, abban a kapcsolatban, ami kiteljesíti, segíti, erőt ad ahhoz, hogy a változás tényleg megtörténjen, hogy a vágyaim megfelelő mederbe kerüljenek. Valami mérhetetlen különbség, és mégis valami mérhető közelség. Így is lehetne mondani, ami,
ami kicsit különlegessé teszi, azt gondolom, az életünket, hogy egyszerre hogy tud jól jelen lenni. Ez egy óriási, izgalmas utazás együtt a munkatársakkal, hogy egyszerre mind a kettőben otthon lenni, és megélni jól. Most megint egy picit személyesebb vizekre evezünk. A Mária Rádió októberi témája találkozás Istennel. És az jutott eszembe, amikor azon tűnődtem, hogy ezt a témát, hogy találkozás Istennel, hogyan tudjuk beleszőni a mi beszélgetésünk fonalába, úgy adódott a megoldás, hiszen a misszióban nagyon gyakran a szemünk előtt zajlik, és történik az, amikor valaki először találkozik Istennel életében, és ez nagyon megható, ezt látni, ennek a szemtanújának lenni. De most a kérdés az, hogy fel tudod-e idézni azt, hogy milyen volt a te nagy találkozásod Istennel? Az első találkozásomat is el tudom mondani, mintha tegnap lett volna, és azóta nagyon sok találkozás, nagy találkozás is volt. Milyen volt ez az első? A legelső? Hát az gyerekkoromban volt, ma azt mondanám, kamasz voltam, nem tudom biztos. Én abban az idilli állapotban éltem gyermekként, hogy minden oké. Jó helyen vagyok, jó családban vagyok. Isten kérdéssel gondom nincsen, ez itt adva van, van aztán egyéb más, amivel bíbelődhetek, hát nincsenek itt kérdések, és abban az időben már a szüleim egy nyaralóban működtettek, mondhatnám gyógyító programokkal, akkor nem így hívták, felnőtteknek, gyerekeknek olyan heteket, ahol az ige volt a döntő. Annak idején édesapám azt mondta, egy kicsit később már nem az én gyerekkoromban, hogy valaki egy ilyet végig ül, vagy végig aktívan részt vesz benne, az már biztos hívő ember akar lenni, mert ez így reggeltől estig, ami egyébként valamilyen módon Dömösön is így van azóta is, hogy és hát mi is mentünk, és hát jó buli volt, a szüleim voltak a főnökök, hát rossz dolog nem lehet, és hát nem rajtuk keresztül, de arról volt szó, hogy milyen a templom, hogy az életünk templom, akkor biztos az enyém is, de amikor arra került a sor, hogy mi van a templomban, és mi nincsen, az volt ez az hihetetlen ledöbbenés, hogy én, aki azt hittem, hogy jó helyen, jó időben vagyok, rossz helyen vagyok, és rossz időben. Hogy valami teljesen elszámítottam magam. Az valami olyan megdöbbenés volt, hogy minden összeomlott, amit addig rendben gondoltam magamról, hogy nincs itt semmi baj, dolgom sincs vele. És akkor kezdődött egy korszak, amiben görcsösen jó kislány akartam lenni. Hát ezt nagyon megszenvedtem, elég sokáig tartott. Igyekeztem minden áron, így vagy úgy, közben a kamaszkorom vitt jobbra-balra, és akkor azért volt, azt még hagyd mondjam el, egy olyan találkozásom, ami elkezdett fölszabadítani. Ez már főiskolás koromban volt, amikor ugye ennyi kötődésem van a szenvedélybetegséghez, hogy én evés problémákkal küzdöttem gyerekkoromtól kezdve, ezt egyre jobban szenvedtem tőle. Ma már azonosulni tudok visszaemlékezve az érzéseimre a szenvedélybetegekkel, és ezzel küzdöttem görcsösen, jó, ha az Isten meggyógyít, akkor imádkozunk, és akkor meg kell, hogy gyógyuljak, de nem gyógyultam meg, mert aznap is többet ettem, mint amennyi. Igazából jól esett, és végül is ebben szabadultam föl, hogy nekem nem a bűn ellen kell harcolni, hanem örülni annak, amit Isten ad. És több hónapi imádság után úgy lehulltak rólam ezek a görcsök, ezek a bilincsek, hogy nem az én görcseimen múlik ez, hogy jó lesz, hanem hogy
hogy megy ez minden enélkül is. És ez fontos momentum abban is, ahogy benne tudok, vagy benne lehetek uh-huh. ebbe a szolgálatba, hogy igyekeztem, és hogy mi lehetett belőle. Van-e olyan üzenet, amit szívesen megfogalmaznál azoknak a hallgatóknak, akik most még tépelődnek? Az egy nagyon nehéz állapota, tépelődés állapota, amikor a szívük mélyén már tudják, hogy baj van, de még nem mertek segítséget kérni. Engedjék szabadjára azt a vágyat, amelyik élni akar szabadon, és szeretetből szeretne szabadon élni. Engedjék ki a palackból. Ne féljenek kiengedni ezt a vágyat, ami ott van a szívük mélyén. Azt hiszem, ez az üzenethez nagyon szorosan kapcsolható az az ének, amit mindjárt meghallgatunk a Krisz együttes feldolgozásában. Az éneknek az a címe, hogy Indulj az úton. És ez azért is kapcsolódik különösen hozzád, hiszen a nemrég megújuló Dömösi énekeskönyvben ez a te választásod volt. Miért fontos ez az ének? Így röviden egy gondolatot ehhez. Hát ez a görcsös időszakon uh-huh. megszabadulásához kötődik. Akkor a szegedi ifibe jártam, és ez nagyon menő ének volt, és nagyon megszerettem, és úgy megmaradt, és örültem, hogy előkerülheted, de egy kicsit erről a felszabadulásról szól, hogy másképp tovább menni, és menni előre. Hallgassuk meg! Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érkeztünk. 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió, az Alkohol és Én műsorában. Köszönöm beszélgető társamnak, Németné Balogh Katalinnak, hogy itt volt velem. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az iszakosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. Ne feledjük János evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.
Erdős Levente technikus szolgálótársam nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Óváriné Herpai Dóra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség! Áldás békesség! Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.